éppen a magyar tüzérfegyveremnek nem igazán voltak előzményei. Vagyis, ha úgy vesszük, a semmiből kellett megteremteni ezt a tüzérfegyvernemet, de azt kell mondani, hogy ez egy sikertörténet. Valóban nagyon gyorsan és jól sikerült, ennek legfőbb oka a kiválasztásban keresendő, ugyanis amikor május 15-én a minisztertanács elhatározta az első 10 honvédzászlaj fölállítását, akkor rögtön melléjük egy tüzérüteg létrehozását is kezdeményezték. Azzal a felkiáltással, hogy ezt gyorsan kell megszervezni, tehát lehetőleg tanult embereket, papokat, jogászokat, diákokat vegyenek ide föl, akik gyorsan megtanulják mindazt, amit egy ágyú kezelése jelentett, illetve nem csak az ágyú kezelése, hanem kiszolgálása, hogy a lőszerkészítés, a lőszerek kezelése, és minden más, tulajdonképpen a tüzérség és a lőszerek ügyébe tartozó kérdéssel is tudjanak foglalkozni. Nagyon sokrétű dolog a tüzérfegyverne megszervezése, hiszen ha belegondolunk abba, hogy össze kell állítani egy lövegnek a személyzetét, azt ki kell képezni, fel kell szerelni, utána ezekből a lövegekből ütegeket kell létrehozni, ami azt jelenti, hogy minden ágyú mögé kell még fogatokat is szervezni, amely fogatokkal együtt aztán ki tudnak vonulni a harctérre, illetve biztosítani kell a lőszergyártást. Magyarországon nem volt hadiipara, meg kellett teremteni az ágyúgyártást, meg kell teremteni a lőszer előállítást. Természetesen a meglévő raktári készletekre lehetett építeni, és építettek is a honvéd sereg szervezői, de egy érdekessége volt ennek a folyamatnak, hogy a raktári készletek általában az úgy néznek ki, hogy az elavult eszközöket azért berakják a raktárakba, hogy más nem, akkor azok a rendelkezésre álljanak. Tehát jó részt olyan lövegek kerülnek be, viszonylag nagy számba honvéd seregbe, amelyek már elavultak, kisűrméretűek, tehát nem nagyon felelnek meg a kor követelményeinek, ezért is volt nagyon fontos beindítani az ágyúgyártást. Mindenféleképpen meg kell említenem Lukács Dénesnek a nevét, aki vezetésével kinéztek egy régi öntödét, amit felújítottak, berendezték azokkal a gépekkel, amikkel ágyukat lehetett előállítani. Na most ez egy roppant bonyolult folyamat volt, hiszen a bronz ágyúcsöveket, tábori ágyukról beszélünk, ezeket függőleges helyzetbe kellett kiönteni, hogy jó tömör legyen az öntvény, utána ezeket vízszintesbe állították, egy fúrógéppel a megfelelő űrméretre kifúrták. Egy hosszadalmas folyamat volt. Az akkori időszak feltétel rendszerébe ez egy nagyon korszerű technológiának tűnt, viszont ez tudta azt biztosítani, hogy a lövegek megfelelő pontosságot tudjanak elérni. Ágyúkészítő üzemek máshol is működtek az ország területén, néhány löveget gyártanak a felvidéken is, délvidéken is, a Partium területén is, de közülük mindenféleképpen kiemelkedik az erdélyi löveggyártás, amely azért is tudott megvalósulni 1848. decemberében, mert az ott lévő gyalogság és tüzérség mellé Gábor Áron felállított egy olyan ágyúkészítő műhelyet, amely a sajátos körülmények közt elkészülve, sokkal egyszerűbb technológiával, de biztosította a tüzérségi támogatást az ott harcoló csapatoknak, és hát nem csak nekik, hanem majd később Bem József tábornok számára is. Mindenféleképpen óriási ez a teljesítmény, amit Gábor Áron felmutat, hiszen valóban nincsenek meg a feltételek. Nagyon egyszerű módon oldják meg. Gábor Áron ugye asztalos ember volt, van egy nagyon jó kis szabályzat, ez alapján kifaragja a csövet, azt pedig egy vas öntő hámorhoz elviszi, és ott megöntik német mesterek ezeket az első próbalöveket, utána pedig kézdivásárján Túróci Mózes vezetésével, aztán a többi löveget is ez alapján. Tehát nagyon rövid idő alatt és kezdetleges technológiával, de hihetetlen jelentősége van mégis ezeknek a lövegeknek, hiszen ennek révén valósult ott meg a háromszéki ellenállás. Itt állunk egy 6 fontos ágyú modellje mellett. Európában ebben az időszakban ez volt a legelterjedtebb lövegtípus. Ugye a lövegek azok ágyúk, tarackok, illetve a mozsarak. Ez az ágyú volt, amelyből legtöbb volt a honvédseregben is. Ez természetesen egy modell. Fő részei a cső, a csövet hordozó lafetta, amely lehetővé teszi az irányzást, illetve a hordozást, a kerekek, illetve egy szerszámos láda. De hozzátartozik ehhez a löveghez még a mozdony, az úgynevezett böröctárral, amin a hajtók ültek. Ezt a löveget 4 ló húzta, 9 főkezelő személyzet állt rendelkezésre, amelyek közül egy részük az irányzással, töltéssel voltak elfoglalva, a másik részük pedig a lőszeresek voltak, hordták, amíg a löveghez tartozó lőszeres kocsiból, illetve a böröstárba a lőszert. Ennek a lövegnek a lőtávolsága kb. 1100-1400 lépés volt, de hogyha vízszintes csőállással lőtték ki a tömör golyót például, akkor az akár még 2000 lépésig is elgurulhatott, kárt téve az ellenségbe. Persze természetesen nem csak tömör vasgolyót lőttek ki ebből a lövegtípusból, hanem
gránátot is, a mai szóhasználat szerint gránátot is, akkor űrgolyónak nevezett lövedéktípust, amely egy lőporral töltött, tulajdonképpen üreges golyó volt, amely amikor földet ért, akkor darabra is szétszakadt, repeszekre szétszakadt, amely kb. 50 méter távolságig pusztította az ellenséget. De kartácsot is ki lehetett lőni ebből a lövedéktípusból, ami azt jelentette, hogy ha az ellenség közel támadott 3-400 lépésre, akkor ebből a sok kis ólongolyóból álló kartáccsal lehetett igen hatékonyan pusztítani. Még világító lövegedéket is alkalmaztak hozzá. A kezelése tulajdonképpen roppant egyszerű volt, előről kellett megtölteni a löveget, egy ilyen egybecsomagolt lőpor és golyó töltetet betoltak egészen a fenekéig, itt hátul a gyújtójukon keresztül felszúrta a tüzérkezelő, és ide ebbe a kis lyukba, a gyújtójukba pedig belehelyezték az úgynevezett gyutacsot, és ennek a meggyújtása után következett be a robbanás, de mielőtt ezt meggyújtották volna, természetesen célozni kellett a löveggel, ezt kétféleképpen tették meg, egyrészt az oldalirányzást tervel az úgynevezett mozdonyrút segítségével végezték, a lafetta vagy lövegtalp hátsó részét mozgatva, a magassági irányzást pedig a cső alá helyezett magassági irányzógép segítségével. Hogyha nagyobb volt a lőtávolság, akkor az irányzónak meg kellett becsülni a lőtávolságot. Miután megbecsülte, egy kis táblázat segítségével megállapította, hogy milyen magasra kell fölállítani, föltekerni az ágyúcsövét, és volt ide helyezve egy ilyen kis irányzó berendezés, aminek a segítségével aztán megirányozta a cél felé a lövegcsövet. Amikor ez elkészült, akkor jelentették a készséget, és került sor a tűz kiváltására, amelynek a megoldása tulajdonképpen az volt, hogy itt a gyutacsot kanót segítségével meggyújtották. Ez a lövegtípus körülbelül percenként egy, hogyha nagyon jók volt a kezelő, kettő lövést tudott leadni. Azok a szép történetek, hogy a tüzérparancsnok irányzott, és egy lövéssel az ellenség parancsnokát lelőtte a lováról, volt ilyen, de az őrült nagy véletlen. Tehát igazából ezekkel az ágyukkal ilyen pontos lövést nem lehetett tenni.